A nyár közepén a tundrán a nap nem bukik a horizont alá. Ezen a földrajzi szélességen a napsugarai még olyan kis szögben érnek a földre, hogy nem adnak le elég energiát a fák megtelepedéséhez. Kanada északi részének vadonja. A természet itt állítja színpadra az egyik leghatalmasabb drámáját. Minden évben 3 millió rénszarvas vonul át a sarkvidéki tundrán. A csordák irdatlan létszáma csak a levegőből érzékelhető igazán. Egyes csordák 3000 kilométert meghaladó távolságot járnak be újabb és újabb legelők után kutatva. Ez a leghosszabb felszíni vándorlás az állatvilágban. A csordák folyamatosan mozognak. Az újszülött borjaknak lábra kell kapni, és szaladni kell a csordával együtt születésük napján. Azonban az óriási csordák nem utaznak magányosan. Farkasok. 8-10 tagú farkasfalkák járnak a rénszarvasok nyomában. Ők is éhesek. Az újszülött borjak a célpontjaik. A rénszarvas csorda lerohanása csak a pánikkeltést szolgálja. A csorda szétszalad, így már könnyebb célba venni egy egyedet.